A lakásétterem ötletével próbálkoztak már többen Pécset, eddig kevesebb sikerrel. Most valaki átgondolta ezt az ötletet. Hát itt egy nyugodt, békés szobát kap valaki, aki idejön, és hát természetesen a jó ételeket. Attól másabb ez az étterem, hogy megvan egy intimitása. Balázs, ezt te főzted? Nem. Vagy kapok egy e-mailt, hogy ekkor és ekkor szeretnénk jönni, és ennyi fővel, és hát ez a rendezvény, egy születésnap, névnap, vagy bármi lehet. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy mi az, amit szeretnének enni. Én nem próbálom meg a mi éttermünket, meg a mi ízlésünket rá tukmálni senkire. Tehát az egy lényeges dolog. Ha csülköt akar enni, akkor az van, hogyha szkampit akar enni, akkor az van, mindent el tudunk készíteni. Úgyhogy ez csak egy megbeszélés kérdése. Azt szoktam megkérdezni, hogy mennyit szán valaki a vacsorára, a randira? Mennyit ér az a lány neki? Most itt csak mi vagyunk ketten? Igen, és én ennek örülök. Azt, aki nyugodtan akar lenni, aki egy üzleti tárgyalást titkosan meg akar csinálni, vagy el akar bújni a párjával, vagy zsugázni akar a haverjaival, tehát itt mindenre lehetőség van, ami nem való mondjuk más helyekre. Szerintem jót beszélgettünk. Jövünk máskor is. A szájhagyomány az, amire még várunk egy kicsit, hogy még több forgalmunk legyen. Az indulási nehézségeken túl vagyunk, és hát egyre többen tudják, azért adogatunk, úgy megyek az utcán végig, hogy szórólap van a zsebemben, egy nagyon aranyos kis szórólapot készítettünk, és ezt mindenkinek a kezébe adom. Azért megjelenünk felületeken, ahol tájékozódhatnak erről, és majd szépen elviszik a maguk a vendégek a hírünket, és ehhez semmi más nem kell csinálni, mint csak az, hogy jó ételt kell adni, és ezt a gyönyörű környezetet, ami itt van.